A választás.hu oldalon található információk alapján a Jászberényi 9-es választókörzetben Dobrán Fannit láthatjuk majd a szavazólapon az első helyen. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltje a legfiatalabb induló Jászberényben, édesapja vezeti a párt helyi szervezetét, Fanni pedig gyorskorcsolyázó sporteredményeiről ismert. Azon túl, hogy fontosnak tartja a pártközösség által kiemelt útfelújításokat, közbiztonságjavítást és az oktatás támogatását a városban, most azért szeretne részt vállalni a helyi politikában, hogy a fiatalok hangját is képviselje valaki. Szerintem nagyon fontos az, hogy a fiatalok véleménye is megjelenjen a helyi politikában, hiszen nagyon sok kérdést mi fiatalok máshogy látunk át, és sokszor a békés megbeszélés szerintem sokkal fontosabb lenne, mint az egymásra újjal mutogatás. Mindenféleképpen támogatom, hogy itt minél több street workout pálya jöjjön létre, és testmozgásos program szerveződjön. A 9-es körzetet 3 ciklus óta a kormánypárti Bohárné Bató Rozália képviseli. Regnálása óta több mint 100 millió forint fejlesztés érkezett a körzetbe, út és járda felújítások, illetve egyéb problémák megoldásának forrásaként. Jelenleg a Subaöböl 365 millió csapadékvíz elvezetési projektje zajlik a körzetben. Arra is büszke, hogy közvetlen kapcsolatot ápol a választókörzet lakóival, és szinte minden utcában sikerült fejleszteni valamilyen mértékben az infrastruktúrát. Ezt az aktív képviselői munkát szeretné folytatni a jövőben is. A lakosság az eredményeimet ismeri, a terveim pedig a következő, továbbra is utak építése, szerepel a terveim között a Dohány utca, Vörösmarty utca, Faiskola utca és a Fuvaros utca felújítása, de legfőképpen a lakossággal a közvetlen kapcsolattartásra törekszem, hogy a probléma megoldásban tudjak segíteni. A Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje ebben a körzetben Pető Béla értékesítő, aki objektív látásmódját szeretné hasznosítani a körzet további fejlesztése érdekében. Számomra a legfontosabb az, hogyha a képviselői munka során az objektív gondolkodásmód és a racionális döntéshozatal érvényesülni tudjon, mert úgy gondolom, hogy ha ez adott, akkor tényleg win-win szituációk születhetnek bármilyen város életét érintő kérdésben. Pető Béla jelenlegi tapasztalatai alapján az átlagos fejlettségűnek nevezhető 9-es körzet tisztaságán mindenképpen lehetne javítani, folytatva az útfejlesztéseket, melyre a Váltó utca hiányzó szilárd burkolata az egyik jó példa. A jelölt szerint a körzeti feladatok tekintetében az igényfelmérés az egyik legfontosabb lépés, melyet egyeztetve a városi fejlesztési koncepciókkal együtt érdemes kezelni, megoldani.